Szabolcsban született az apám, az anyám, és én is. A Tisza mellett nőttem fel. Az őseink itt éltek, haltak. Én ezt a földet semmi pénzért el nem hagyom. Írt el erről a Béres Józsefről, hogy őt szeretnéd laborvezetőnek. Igen. Ott voltam 56-ban, amikor megmentette Mihókot. A helyi pártbizottság szerint problémás ember. Mi csinálnak maguk itt? Föl fogjuk kötni. Minden levelet, amit Béres József Budapestre címez, azt irányítsanak el közvetlen hozzám. Ebben az országban az lesz, amit Budapesten a párt akar. Gondolkodom egy készítményen, amivel a hiányzó létfontosságú nyomelemeket be lehet vinni az emberi szervezetbe. Kórházba utaltak kivizsgálásra. Hajtumorom van. Rákos szövetekre van szükségem. Ez mi? Ez az oldat a kísérleti ekerekben megfékezte a tumorsejtek növekedését. Ez nem lehet igaz. Addig nem adhatok belőle Irénnek, amíg nem próbálom ki. Miért én vagyok mellette? Mert te vagy a feleségem. A tumoros sejtekkel egereket fertőzött, mert tumor sokkal kisebb lett. Ez bűncselekmény, elvtársak! Maga árult el neki a vitőládákat. Saját magán már ki is próbálta a szert. Vagy leállítja Bérest, vagy kénytelen leszek feljelentést tenni. Mi mindent tudunk magáról, Béres. Van egy sor minta. Aki kilóg, azt levágják. Ön egy szimbólum. Béres Józsefet el kell lehetetleníteni. Ezek addig nem nyugszanak, amíg teljesen tönkre nem tesz. Nem vehetem el tőlük a reményt. Hívja ki a rendőrséget! Börtönbe akarjátok küldeni? A tárgyalás pontos időpontját még nem tűzték ki. Dráma, amit szépen megírunk előre. Állítsa le, amíg lehet. Meg fogja látni, hogy legyőztem. Mi az ítélet?